A kalocsai kézilabda klub idei utolsó előtti mérkőzése egészen rendhagyó módon búcsúval vette kezdetét, hiszen az egyesület Juhász Pétert búcsúztatta, aki még szeptember közepén szenvedett olyan súlyos térdsérülést, hogy azóta egyetlen mérkőzésen sem tudott pályára lépni. A szélső poszton kézilabdázó játékost többen is búcsúztatták, köztük testvére és egyben a KKC alelnöke Juhász Gábor, valamint Hartman János a klub elnöke. Juhász Péter végül a csapatkapitányi karszalagot átadta a KKC húzóemberének, Szvétek Balázsnak. Ő az a játékos, aki a leghosszabb ideig a kalocsa színeit képviselte. Az a furcsa helyzet van, hogy nálam kezdett 93-ban itt Kalocsán kézilabdázni, és most én búcsúztattam őt. Juhász Péter hivatalos visszavonulását követően kezdetét vette a Kalocsa-Szigetvár találkozó, amely már az első fél időben papírforma szerint alakult, hiszen 12 perc elteltével immáron 4 gólos előnyben játszott a KKC. A félidei pihenőre 17-12-es kalocsai vezetéssel mentek a csapatok, ez a különbség pedig a második játék részben csak tovább növekedett. Így született meg a 33-23-as végeredmény, amelyel a KKC már idei 9. győzelmét aratta az eddigi 10 mérkőzésből. Magabiztos előnnyel vezettük végig a mérkőzést, nagyon örültem annak, hogy a fiatalok is lehetőséget kaphattak. Egy ilyen távozó után majd fel kell tölteni azt az űrt, és mint évről évre mindig meg kell újulnunk, meg kell találni az új embereket, és hatékony szélső játékkal valahogy pótolni a Juhász Petit, ami nagyon nehéz lesz. Köszönhetően a sikernek a KKC átvette az MB2 délnyugati csoportjának vezetését, hiszen a meccsek nádart 12 gólos vereséget szenvedett a Komlótól, így már csak a Kalocsa neve mellett szerepel egyetlen vereség ebben a szezonban. A KKC a fél év utolsó mérkőzését december 10-én szombaton a Nagyatád ellen játsza idegenben. A meccsek nádasnál biztos nem jobb csapat, és hogyha mentálisan hozzáállásba föl tudtuk egy első helyezettel szembeszívni magunkat, akkor mindenképpen lehet esélyünk Nagyatádon. Azért is fontos lenne pontot vagy pontokat szerezni, mert a dobogóért küzdő riválusaink már nyertek ott, utoljára a Dunaújváros, és ahhoz, hogy versenyben maradjunk a dobogóért, ahhoz nagyon fontos lenne, hogy ezeket a mérkőzéseket mi is hozzuk.